ez megint nem egy olyan videó, amire vártatok. Amikor ez a videó készül, akkor már készülőben van a Fairies-nek a legújabb része is, amit már beharangoztam egy ideje. És amikor ez a videó kikerül, akkor már kevesebb, mint egy hetet kell várjatok az új részre. Remélem tetszeni fog. Na de előtte gondoltam, droppolom nektek a legújabb termék mintáimat. És ez most egy különleges kollekció bemutató, ugyanis egy új webshoppal bővültem, a Pólómánia mellé természetesen, az nem szűnik meg. Az új webshopon pedig a Redbubble nevű oldalon nyílt. Ezen az oldalon szélesebb a választék. Például itt már tudtok venni kitűzőt, matricát, füzetet, telefontokot, iPad-tokot, piperét, takarót, sálat, posztert, órát, és a többi. Illetve még az a különlegessége, hogy itt én állíthatom be, hogy hol legyen a terméken a minta, és hogy mekkora legyen. Szóval itt találtok olyan dolgokat, amiket teljesen befed a mintám. Ruhát, leggingset, hátitáskát, meg még rengeteg minden. Szóval hatalmas a választék, és kíváncsi vagyok, hogy nektek hogyan fog tetszeni. Annyi negatívuma van, hogy ez egy külföldi oldal, szóval minden angolul van kiírva, az árakat pedig euróban vagy dollárban mutatja, attól függ, melyik van neked beállítva. De a nyelvhez tudtok használni Google fordítót, meg hát azért már mondtam nektek párszor, hogy érdemes megtanulni angolul, sokkal könnyebbé teszi az életeteket, higgyetek nekem. Az árakat pedig át tudjátok váltani Google-ön keresztül, hogy rákerestek például, hogy euró átváltása forintba, és akkor már ki is hoz a Google egy átváltót, ahol ki tudod számolni, hogy ennyi euró az ennyi forint. És mivel külföldről érkeznek a dolgok, ezért utánvétre nincs lehetőség, és a szállítás is drágább. Ahhoz, hogy lásd a teljes árat, amit fizetned kell majd a szállítással együtt, azt majd a fizetésnél fogja neked kiírni. Ha még fiatalka vagy és nincs saját pénzed, akkor kérd szüleid engedélyét és segítségét a vásárláshoz. Ez az oldal főleg a külföldön élő nézőimnek jön jól. Ugyanis világszerte több helyen gyártják a dolgaikat. Európán belül is több országban. Például Németországban, Csehországban, Angliában, Franciaországban, Spanyolban, és a többi. Viszont vannak olyan termékek, amik például csak az Egyesült Államokból vagy csak az Egyesült Királyságból érkeznek. Ezeknek a termékeknek a listáját, illetve az összes gyártó országnak a listáját megtaláljátok az oldalukon. Hogyha bármilyen kérdésetek van még, akkor annak is először az oldalon nézzetek utána, vagy nézzétek végig ezt a videót, de ha se itt, se ott nem találtok rá választ, akkor írjátok meg a kérdéseteket kommentben. Viszont amit tudnotok kell, hogy ezen az oldalon más a nevem, szóval nem a Palotasodat 11-et vagy a Palotásadért használom, mivel lehet, hogy lesznek külföldi vásárlóim is ezen az oldalon, ezért szerettem volna egy egyszerűbb felhasználó nevet kitalálni, ami végül az Animation Pixi lett. Szóval ezzel a névvel találtok meg ezen az oldalon. Illetve itt a webcím is, amit majd belinkelek a videó leírásába és rögzített kommentbe. De ha rákerestek arra, hogy Palotasodat 15 Palotásadél, akkor elvileg akkor is ki kell hozza. Csak ne lepődjetek meg, hogy más az eladó neve. Na de most már térjünk rá az új mintákra. Vannak és lesznek olyan minták, amik mindkét oldalon elérhetőek lesznek, illetve olyanok is, amik például csak Redbubble-ön, vagy csak Pólómánián. Na de akkor az első minta a Fairies új részének alkalmából, az Ashley és Nyx minta. Ennek a mintának volt egy régebbi verziója, ami az egyik Fairies rész végén volt, és többen is mondtátok, hogy szeretnétek belőle mintát, csak én megmondtam, hogy szeretném átalakítani és új mintává alakítani, és ez most történt meg. Nekem ez a verzió már jobban tetszik, remélem nektek is. Ez a minta viszont csak a Pólómánia oldalon lesz elérhető. A legtöbb RTS sorozatos mintám az leginkább pólómániások lesznek. A következő minta is egy visszatérő rajz, ami nem más, mint az Attack on Katos! Ezt a rajzomat az egyik Irka-Firka füzetes videómban láthattátok, és említettem, hogy szeretnék ebből egy póló mintát, és most itt is van! Sok-sok fura színes citamita. Egy újabb minta, ahol el lehet merülni a részletekben. Pólómánián csak téglalap alappal, és ennél is azt csináltam, hogy van egy olyan verzió, ahol a termék elején van, és olyan is, ami a termék hátulján. Ezt a minta címében tudjátok leellenőrizni. De ez főleg csak a ruhadarabokra érvényes. Az olyanokra, mint például a bögre, táska, meg ilyenek, ott ugyanúgy az elején van. Vagy ahol az ábra mutatja, szóval azt figyeljétek. Redbubble-ön pedig olyan termékeket is választhattok, amiket teljesen befednek ezek a cicák. A következő minta szintén egy régi rajzomnak az újra rajzolása, ami nem más, mint a pillangós ellő. Akik követnek Instagramon és TikTokon, akkor azok tudják, hogy régebben megcsináltam a Mermaid Challenge-et, ami azt jelenti, hogy május hónap minden napján rajzoltam egy sellőt. Ezt a kihívást sajnos már pár éve nem tudom csinálni, de gondoltam, mivel most május van, ezért hozok pár sellős mintát. Ennél a rajznál gondoltam, kipróbálok egy másik poszt, amit a kisabb lány egyik snittje inspirált. Ez is elérhető mindkét oldalamon. A következő szintén egy mörmélyes újrarajzolás, és az egyik kedvencem a mostani minták közül, ami nem más, mint az ametist sellő. Szerintem ez nagyon olyan sikerült, sokkal jobban, mint a füzetes verziója. Ez most talán az egyik kedvenc digitális rajzom, és ezt is ugyanúgy megtaláljátok mindkét webshopomban. Az utolsó sellős minta pedig két mörmélyes rajzomnak a fúziója, ami nem más, mint az űrsellő a földdel. Emlékszem, miközben csináltam, eléggé kétségbe voltam esve, mert nem éppen úgy alakult, ahogy én azt szerettem volna, de aztán végül egész jól sikerült, meg vagyok vele elégedve. Ebben is el tudtam rejteni kisebb részleteket, mint például az ujjával éppen egy vihart kavar, a szeme az konkrétan egy fekete lyuk, szóval igen, eléggé alienes lett. Pólómánián csak úgy önmagában, Redbubble-ön pedig egy csinos kis galaxisos háttérrel találjátok. A következő egyben utolsó minta, vagy pontosabban minták, azok nem mások, mint az axzalocicák. Az abat és sellők mellett a kedvenceim, hogy játszok itt!
hogy imádom! És itt igazából az volt a koncepció, hogy elsősorban az új LPS-ek miatt, mivel most vannak új axolotl figurák, szerettem volna egy axolotlös mintát csinálni, csak rájöttem, hogy abból rengeteg van. Most minek csináljak megint egy sokadikat? Szóval elgondolkodtam, hogy hogy lehetne egy kicsit egyedivé tenni, és csak úgy beötlött, hogy mi lenne, ha ötvözném őket a cicákkal. És így születtek az axolocicák. Ez persze nem éppen egy egyedi ötlet, már csináltak ilyet persze, de kevesen. És most nálam is léteznek. Van olyan minta, ahol mindhárman rajta vannak. Szia Maja! De megtaláljátok őket külön-külön is. Ugyanúgy mindkét webshopomban. A mintáik azok létező axolotlökről lettek mintázva. Például van egy mozaik axolotl, egy GFP axolotl és egy arany axolotl. Majd tervezem a jövőben kiegészíteni őket másfajta axolocicákkal, de egyelőre most csak ez a három van. Na de akkor ezek lennének most az új minták. A Redbubble oldalamon még megtaláljátok a monás mintámat, az LPS szívecske mintámat, a Billion Artist mintámat és az őrült firkacicák mintámat. Ó, majdnem elfelejtettem, ennek a kollekciónak is adtam nevet. Először a Fairies és Mermaid, vagy a Sellők és Tündérek nevet szerettem volna adni, csak nem lett kész az összes fairies-es minta, amit terveztem. Azok később jönnek majd más kollekciókkal, de az elkészült mintákat elnézve végül azt a nevet adtam a kollekciónak, hogy Sellők és Macskák kollekció, mert konkrétan csak sellőkből is macskákból áll. És ezzel semmi baj nincs. Na de természetesen hoztam példatermékeket is, erre a videóra csak Redbubble-ről, szóval nézzük meg őket! És itt is vannak! Amit még tudnotok kell erről az oldalról, hogy külön-külön szállítja a termékeket, szóval külön a kitűzőket, külön a matricákat és a többi. De szerencsére nagyon gyorsan elkészültek és egyszerre is jöttek meg. Szóval megrendeltem mindent múlt hét hétfőn, már aznap kiírta, hogy készülőben vannak, majd másnap kapogattam az üzeneteket, hogy fel is adogatták őket, és egy héttel később meg is érkeztek, tegnap a kitűzők, és ma pedig az összes többi. A kitűzők ebben a cuki borítékban érkeztek, de már kibontottam őket, ott is vannak. Szóval ebből a két mintából rendeltem egy kis kitűzőt és egy nagyot. Ebből a két méretből lehet választani. Így a kezemhez viszonyítva nézzétek, hogy mekkorák. Mondjuk a kicsi az nekem túl pici, jobban örültem volna egy kicsit nagyobb, így kb. A kettő közötti nagyság, de nem baj, ez is jó. És ami nekem szabad szemmel feltűnt, hogy kicsit sötétebbek a színek, de amúgy meg nem ront a minőségén egyáltalán. Az anyagok is nagyon jó, nagyon tetszik. Nézzétek, ott van Pajti. Hello! És nem tudom, mennyire látszik, de van rajta egy kis csillogás is. Azt, hogy mennyire strapabíróak, azt majd letesztelem. Na de most jöjjenek azok, amiket még én se láttam. Kezdjük például ezzel. Íme az Atakon kártyahozós pitere. Próbálok olyan fénybeállítást csinálni, ami átadja, hogy én mit látok szabad szemmel. Talán ez, de még így is kicsit sötét. Na de akkor abban a videóban azt említettem, hogy szívesen csinálnék belőle egy toltartót, és hát mivel egyelőre toltartó nincs, de ezt is lehet valamennyire használni toltartónak, ezért egy ilyet rendeltem. Az első, ami feltűnt, az, hogy kicsit homályos. De ez messziről nem látszik, csak ha nagyon közelről nézed. De megpróbálok majd korrigálni a beállításokon, hát ha a mérettel van a probléma. Nézzük a cipzárt, hogy az hogy működik. Működik. Szerintem jó. És van benne hely bőven, szóval szerintem ezt tudom használni majd toltartónak. Még annyi, hogy ez a médium, azaz közepes méretű pipere, mert van kicsi, közepes és nagy is. És ez a közepes. Itt is rakom a kezem, hogy lássátok, hogy mekkora. Viszonylag pici a kezem, de kb. Akkora, mint a kezem. De tetszik? Nekem bejön? Nézzük a kövét! Wow, na jó, ez egy nagyon menő csomagolás. Csak belekerüljük, kiszedem is, papam! Úristen! Úristen! Hát nekem ezek a kedvenceim. Hát behalok. Már a tapintások is megfogtam, és így nem hiszem el, amit most látok. Ez a legmenőbb dolog, amit valaha láttam a mintáimmal. Na de mit is látunk itt? Ez a két füzetfajta, amit most Redbubble-ön lehet kapni. Van a spirálos füzet, aminek a hátulja fekete, ezt jósulni, ezt nem tudtam. Ezt az ősellős mintámmal kértem. Viszont azt sajnálom, hogy ezzel csak vonalas füzetet, illetve ilyen fura keresztes füzetet lehet kérni. Na de amit üres lappal lehet kérni, az a kemény kötésű füzet. És ez kisebb, mint gondoltam, szóval ez is majdnem akkora, mint a tenyerem. De maga a kemény kötés, ez nagyon jó minőségű, maga a lap pedig szintén. Annyira nem praktikus, mert kicsit kényelmetlenül vannak itt a lapok, de amúgy meg nem rossz, szóval szerintem ez lesz a következő sketchbookom. És ez természetesen a sketches cicáimmal kértem. Még itt megmutatom a gerincét, és plusz pont, hogy pont ez a macska került ide. Ezek a kedvenceim, ezeket már megérte. És akkor jöjjön az utolsó csomag, amiben matricák vannak, és miért ekkora? Megint a menő kinyithatós csomag. És itt vannak! Kezdjük ezzel, ami egy kicsi matrica, glossy, azaz fényes papírra. Kicsit fura, hogy itt semmi nincs, aztán így itt van ez. És ez nagyobb, mint amire számítottam, ami jó jel. A színek egy kicsit összemosódva jönnek át a kamerán, de egyáltalán nem így néz ki. Egyedül, ami nekem zavaró, de ez is csak akkor látszik a közelről nézett, hogy kicsit homályos. De ez valószínűleg a méret miatt van, az is lehet, hogy a színes cicás pipere is azért homályos, mert lelettek kicsinyítve, ugye? Szóval az ilyen lekicsinyített minták azok valószínűleg kicsit elmosódnak. De amúgy messziről
nézve nem látszik egyáltalán, szóval tök jó. A következő az ez, ami egy médium, azaz közepes méretű matrica, és sima matt papírra. Kamerán keresztül kicsit összemosódnak itt is a színek, de hogy nem az egész ez a matrica, hanem ha jobban megnézitek, ott van a körvonal, szóval itt kell leszedni. Ez sem az egész az, hanem ott van a körvonal, ahol majd le kell szedni. És ez is nagyon szépen meg van csinálva szerintem. A következő pedig ezek. Ugye itt azt a mintát rendeltem meg, ahol mindhárman rajta vannak. Ez a nagy méretű matrica. Ha így rendelitek meg ezt a matricát, akkor ezek egybe vannak, szóval ez itt egybe van olvadva, meg itt is. És most itt nem látszik, de ezek amúgy átlátszóak, szóval nincsen fehér csík körülöttük. Megpróbálom az átlátszóságát leellenőrizni valahogy. Jaj. Itt van, sikerült. Szóval ilyen átlátszó van körülötte. És hogyha rendeltek ilyet, akkor majd óvatosan szedjétek le a matricát szerintem. Én meg ajándékba kaptam egy ilyen Redbubble logós matricát is. És ezek most mind, amiket Redbubble-ről rendeltem. A kamera sajnos nem adja át olyan jól a színeket, de egy-két kisebb különbséggel, de ugyanaz, mint a digitális rajzokon. Van még mit korrigálni, tudod, de összességében meg vagyok elégedve velük. Tervezek majd a jövőben több dolgot is rendelni, mint például ruhadarabokat, a hátizsákra kíváncsi vagyok, meg van zokni, kell egy zokni a saját mintámmal, kell. Ha esetleg ti is rendeltek, akkor mindenképp küldjetek képeket és véleményt róla. Ha bármilyen problémát tapasztaltok, akkor azt mindenképp jelezzétek a support felé, aminek az oldalon megtaláljátok az elérhetőségét, és megírhatjátok nekem is, hogy tudjak a problémáról. Gyorsan azért megemlítem, hogy a Pólómánián is megjelent pár új termék. Például most már van női kerek nyakú pulcsi, ami eddig csak férfi verzió volt, és ezt meg is rendeltem még korábban. Majd mindenképp kipróbálom a női verziót is. És be is szereztem. Elfelejtettem, hogy ebből a mintából is kellene egy példa. És jól tettem, már rossz a dizájn. Ennek itt nem így kéne kinéznie, ugyanúgy így sem. De akkor ezt korrigálom, és ti a videóban már a javított verziót láthatjátok. És így néz ki rajtam. Kicsit bő. Emellett lettek még autós napellenzők, ballagási táskák és biztonsági mellény. Olyan is van most már. Csak a hasznos dolog. Szóval szereztem egy ilyet is, úgyhogy a hátulján van ez a minta. És így néz ki rajtam. Ez egy SS gyerekméret. Nem tudom, mire fogom használni, de jó cucc. A videó lezárásaként pedig nézzük át, hogy hogyan is működik a két webshop. A Pólomániás webshopomat ezen a címen, a Redbubble-ös shopot pedig ezen a címen találjátok. Mindkettőt találtok linket a videó alatt, illetve a videó legvégén. A Pólomániás bolt új kinézettel bővült, a kezdőlapon pedig az összes elérhető mintát kihozza nektek. Közben van egy olyan hibája az oldalnak, hogy nem mutatja végig az összes mintát. Szóval felül tudtok szűrni, hogy a legújabbakat hozza ki a legtetejére. Vagy kiválaszthatjátok, mely témában kerestek mintát, vagy épp milyen terméket szeretnétek pontosan. És ezeket a szűréseket tudjátok kombózni is. Egy mintára rákattintva egy alapterméket hoz ki, oldalt be tudod állítani a színeket és a méreteket, az oldal jelzi, ha valamelyik színméret variáció nincs raktáron, alatta pedig megtaláljátok az adott termék alapinformációit, illetve a pontos méreteket, amiket érdemes átnézni vásárlás előtt. Lentebb megtalálod a többi elérhető terméket is a kiválasztott mintával, abban a színben, ami épp ki van választva a fenti termékhez. Ha egy termék elnyerte a tetszésed és megvennéd, akkor választ ki a preferált szint és méretet, és dobd a kosárba. Ekkor az oldal rögtön a fizető oldalra visz, de a tovább vásárló gomb megnyomásával folytathatod a böngészést. Ha végeztél, akkor a bevásárlókocsi ikonra kattintva a kosárban találod magad, ahol még tudsz variálni a kosár tartalmán. Majd tovább haladhatsz a fizetéshez. Emlékeztető fiatalabb nézőimnek, hogy a szüleitek engedélye nélkül ne vásároljatok az interneten. A Redbubble-ös oldal hasonlóképp működik. Itt a weboldalon néhány véletlenszerű terméket láthattok, de az Export Designs főre kattintva végig tudjátok böngészni csak a mintákat. Oldalt pedig tudtok szűrni, hogy milyen terméket kerestek, illetve felül találjátok a minta kategóriákat. Egy mintára rákattintva kihozza az összes terméket a mintával. Nem kell aggódni, a középen lévő felirat nem lesz a terméken. A kiválasztott terméknél tudtok variálni a méreten és a típuson, ha lehet, ilyenkor meg is változtatja a termékképet a beállítás alapján. Mellette és alatta pedig a pontos infókat találjátok a termékről. Alul ajánl más termékeket az adott mintával, az alatt pedig ugyanazt a terméket ajánlja, csak más mintámmal. Azt még érdemes tudni, hogy ez most nem egy privát weboldal, mint a Pólómániás, hanem itt felajánlja több másik művésznek a munkáját is. Figyeljétek az eladó nevét, nehogy úgy vegyétek meg másit, hogy azt hiszitek, hogy az enyém. Ne felejtjétek, hogy itt Animation Pixie a felhasználó nevem. Ha a kosárba dobsz egy terméket, akkor ezt jelezve oldalt előugrik egy ablak. Választhatsz, hogy folytatod-e a böngészést, vagy tovább haladsz a fizetéshez. A pontos fizetendő összeget a szállítással együtt majd a végén írja ki, mielőtt elfogadod a vásárlást és megadod az adataid. Az express szállítást én személy szerint egyik oldalon sem ajánlom. Redbubble-ön szoktak lenni leárazások, érdemes ilyenkor vásárolni. Újabb emlékeztető a fiatalabb nézőinek, hogy a szüleidek engedélye nélkül ne vásároljatok az interneten. Igen, azért hangoztatom, mert
már történt ilyen. Ne legyetek hülyék, kérlek, közi. Mindenképp tudassátok majd velem is, hogyha rendeltek valamit. Szoktam csinálni egy kis montásképet az összes beküldött képről, természetesen a beküldőnek az arcát kitakarva, és ezeket meg szoktam osztani. Mindig jó látni, hogyha valaki az én cuccaimat hordja, és hálás vagyok, hogyha ilyen szinten támogatjátok a munkámat. De ha vásárolni nem is tudtok, de szeretnétek támogatni valahogy, akkor azt megtehetitek egy feliratkozással, egy lájkkal, vagy egy kommenttel. Nem is húzom tovább az időt, találkozunk legközelebb, addig is pucsáó!